Tudjuk ezt róla, ott van egy másik szolga, akinek sokkal, de sokkal kisebb adóssága van. Hát egy napi fizetése
Amikor elmondom, hogy
szabadság. Van közöttet egy szabadság? Hát ezek már azért régi nem. Tehát Imre meg Szabolcs egész nap együtt játszott. Nyári szünetben nagyon jól érezték magukat, mentek mindenfelé, fürödtek a patakba, beszélgettek, barátkoztak, nagyon szuper volt Imre. Estére viszont összevesztek. Imre az útnak az egyik oldalán, ahol Szabolcsnak a másik oldalán. Imrét a Szabolcs nagyon megbántotta valamivel, és Imre az gondolta, hogy ezt meg kell dobolni, ezt meg kell büntetni. Éppen ezért felragadott egy követ az utcából, és meg akarta dobni a Szabolcsot. Imre nagyon rosszul célzott, mert ez a kő nem a Szabolcsot találta el, hanem a Szabolcsi házának a ablakát, és azonnal betört az ablak, darabot betört. Hát Imre nagyon megijedt, mert Imrének azt mondták, hogy ha Szabolcsnak az édesapja ezt megtudja, már pedig megtudja, akkor vége. Kinek elég, hogy napát? Mi van már? Hát Imre nagyon megint. És ez, hogy Szabolcsal másnap ugyanúgy játszottak tovább, mint az előtt, szent volt a béke, de Imre nagyon félt Szabolcsnak az édesapján. Ezért mindig elbújt, amikor őt látta. És így telnek a hetek és a hónapok, hogy Imre mindig elszaladt akkor, amikor Szabolcs édesapján látta. Hát pedig szomszédok volt. És egyszer csak elmúlt az idő, és azt mondja a Szabolcs, hogy figyelj már, nem akarsz eljönni hozzám, hát már olyan rég voltál nálunk. Mondtam, hogy nem merek elmenni, mert mondta az Imre, nem mer elmenni, mert fél az édesapjával. Mert mondta, hogy Júli már biztosan is fel eljönnek. És akkor Imre hosszú idő után elment Szabolcséhoz. És az első, akivel foglalkozott, a Szabolcsnak az édesapja volt, aki nagyon kedves, kezet fogott vele, megveregette a vállát neki, és azt kérdezte, szia Imre, hol voltál eddig, hisz olyan régen láttak? Felmúlt az idő, és az Imre nem lőtte ki ezt a bűnudvarló szokását, hanem most nem a Szabolcsot célozta meg, hanem egy másik szomszédot, egy lányokat. Tegyük rá, hogy hívták, hogy beállt. Hangvezetetek beállt, vett ki. Az sincs. Na jó. Akkor majd legközelebb ilyet keresztelünk. És hát bejárt Annál már ugye jól célzott, és hát szegénynek el is dobálta a fejét a kővel. És hát fáj neki nagyon a feje, talán vérzett is, és hát Imre is elszaladt. Ott is, hát ugye minden nap a ház előtt kellett elmenni, mert az iskolába vezető út, ott vezetett el, bejárt egyébként az elnőt. Imre mindig félt, hogy bejárt az édesapjával találkozik, mert az is neki írta, hogy ha Imre elmenni, akkor kéne kerülni a ház. Hát nagyon félt az Imre. Mert aztán egyszer csak találkozott bejárt az édesapjával, aki szóra sem írtott, fel sem hozta a témát. Aztán a következő dolog derült ki, hogy bejártál az édesapja, Imre édesapjával tárgyalt, és arra a megállapodásra jutottak, hogy ha Imrének az édesapja ad egy zsák krumplit a bejárt édesapjával, akkor bejárt édesapja az Imrét nem fogja bántani. Na ez egy nagyon hosszú történet volt. De azt szeretném megkérdezni, hogy ki járt el az iménti történet alapján helyesen? Szabolcsnak az apja, vagy bejárnának az édesapja? Hát meg sem tudtam kérdezni ezt a hosszú történetet, de gondolom, hogy a szüleitek megjegyezték, és az elsősorban nekik szólt. Ugyanis az igazságosság alapján bejárnának az édesapja járt el helyesen. Mert ha én valakit megbántottam, megsértettem, akkor az igazság az, hogy ezt jóvá kell tenni. Szabolcsnak az édesapja viszont az irgalom alapján járt el helyesen. Az igazság az volt, hogy az ablak betört, és azt helyre kellett állítani. Viszont
esetben nem hagyja meg, ez neked fáj. Hát ő ezzel nem foglalkozik. Tehát azért kérjük most a jó Isten áldását, iskolatársakra és a tankönyvekre, hogy segítsen bennünket abban, hogy amit ő ünnepít, és ami a mi feladatunk, azt meg tudjuk tenni. Ehhez adja az ő kegyelmét és áldását az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
szükséged, hogy